mögötti teghajtók mögött. Magatokra pakoltátok a felszereléseteket, minden páncél, fegyvert, mindent felhúztatok. Szió már elhúzta a csíkot gyorsan, hogy legyengült áll a pocában, nehogy véletlenül meghajom, mielőtt elmondaná, hogy hol vannak a kristálya. Wait, azt mondta, hogy el fogja mondani. Mármint a misszia erőszakoskodott. Vagy csak azt beszéltük, ezt későbbre hagyjuk. Igen, hogy... De most... Ja. Azt hiszem legalábbis. Ja. Mindeközben ugye az üzenet az elküldve a hajóról megérkezik az erősítés a kapuk felé. Nero Hamu, Omaes Plugot személyében, valamint egy sárkánnyal. Akit közben szereztünk. Egy kérdés, amúgy akkor most már Néroval nem vagyunk kapcsolatban? Még a... Jó, szerintem azért még megszakadt volna 10 perc az, hogy csak mondtunk volna neki valami olyasmit, hogy várjon a jelre, vagy valami ilyesmi, hogy azért kicsit tudjuk összeegyeztetni a akciót. Tudom? Ja, csak azért mondtam, hogy már nem, mert nyilván a 10 percen hosszabb az út ide, de igen, amúgy először meg tudjátok beszélni ezt a 10 perces beszélgetést, hogy ha van valamilyen tervetek. De kérdően nézzük a többekről, hogy mit gondolnak. Mondtam, mondhatok ilyet, vagy nem? Vagy mondasz ilyet, vagy nem? Vagy... Egyetlen Nero hallgat-e, miután azt mondtátok, hogy elárultak benneteket? Ja, nem igazából miután ezt mondjuk és elindul Nero, csak annyit mondok, hogy lehet, hogy meg kellene beszélnünk valami jelet, nem lenne volt se a Nero, csak bántanom, nagyon sokan vannak kint, és mi meg benne vagyunk a közepében, lehet, hogy egy opozíciót kéne szerezzünk előbb, vagy valami. Nem tudom, gondoltam arra, hogy felmehetnénk én valakivel a toronynak a tetejére, és akkor picit összezárhatnánk őket, hogy jobban átlátnánk a területet. Én arra gondoltam, hogy én Grandonnal felrepülök, és talán ketten elég gyorsan el tudjuk rendezni azt az őrt, aki fent van. A misszia telgetával szem el lesz itt lent ketten, és azután meglátjuk, hogy legalább átlátjuk a terepet. Ez működhet. Legyetek óvatosak. Valószínűleg elbánunk, hogyha sokan jönnek, akkor is. Meg mi is le tudunk jönni, ha úgy látjuk, hogy... Mivel ez az utolsó, amikor beszélünk. Legalábbis így, amikor tudunk beszélni. Maximum egy órát várok. Ha addig elintézitek, akkor elintézitek. Utána bemegyünk. A kaputól a balra nézel, akkor a legutolsó torony tetején leszünk, ha minden jól megy. Szerintem onnan látni fogjuk egymást. Ha valami közben, akkor tudunk egymásnak jelezni, és még van nálam egy papírrepülő is, ha kell. Abban is tudok üzenni, de legyen úgy. De lehetséges, hogy tudok szólni, ha indulhat a támadás. Ha meg úgy gondolod, hogy támadni akartok, akkor hajrá. Egy óra. Az idő alatt úgyis felfedezni titeket. Ha más nem. Én is attól félek. Ja, és egy másik nagyon fontos dolog, bár szerintem senkinek nem kell elmondani. Valószínűleg mindannyian úgy gondoljuk, hogy itt most mindenki meg fog halni. Szükségünk van a kesztyűre, és szükségünk van a könyvükre is. Valami megfogott ebből a kesztyűben. Én nem nagyon pontosan úgy tudom, hogy mi, de valamire úgy érzem, hogy ez fontos. Fontos. Mindegy, szerezzük meg azt a kesztyűt. Gondolom, holtam már nem fogok ragaszkodni hozzá. Reméljük, hogy nem rejtik el annyira, de addig keressük, ameddig meg nem találjuk, legalábbis olyan, aki akar segít, de nyilván először végzünk mindenkivel. Ho-ho-ho, nagyon optimistának kell lenniük, hogy ezt ne használják ellenünk. Még be sem fejezték. Nincs kész még a kesztyű, úgyhogy szerencsére ezt nem tudják használni. Vagy hát... De valami van belőle, nem? Hát... Ugye elkezdték elkészíteni, csak ugye kellett volna néhány testrész innen-onnan ahhoz, hogy befejezhessék. Ja, Ami még nálatok van, így valószínűleg nem csinálták meg. Mi azt jelenti, nem baj, ez teljesen RPG volt, mert Nero semmit nem tudott erről, csak azt hittem befejezni. Igen, mi azt jelenti, Nero, nem, lehet, hogy ezt még nem tudni, nem készítették el, mi kell nekik.
valószínűleg valamelyikünknek a szíve, meg az agya, meg ilyesmi, úgyhogy remélhetőleg. És ha jól tudom, Agatha ellehetetlenítette a varázslójukat, azt mondta legalábbis, úgyhogy szerintem még hátra maradt ez nekik, úgyhogy attól legalább biztonságban van. Pedig az nagy baj lenne, mert akkor a lelkünket ki tudnak szedni, ami nem hangzik túl jól. Ne aggódjatok, én előtte kiszedtem a varázslónak a belét, mielőtt kiszedték volna a szívemet. Rendben, akkor most folytathatjuk az összes többi belső szervükkel. Tépen, egyesével. Mármint szervenként. Na akkor csak hogy tisztázzuk még egyszer, kimegyünk, Grandonnál megpróbálok felrepülni, és kiszedjük azt a toronyban az őrt. Úgy emlékszem, hogy a toronyban vannak mások is, úgyhogy lehet, hogy ezeket össze kéne zárni. Próbáljuk meg nem engedni őket arra, hogy vészharangot fújjanak. Fent vagyunk a toronyban, akkor körbenézünk, és onnan én tudok üzenni Nérónak. És akkor lehet, hogy össze tudjuk őket csapni. Ágáta csak annyit hall a gondolataiból, hogy Néró nagyon-nagyon kacag, és azt mondja a végén, hogy jaj, a terveink mindig annyira jól szoktak sikerülni. De ne felejtjétek, egy óra. Legyen. Oké. Tehát a jó, akkor van 360 körünk. Remélem, hogy idő elég lesz. Tervezés és felkészülés végére. Csak most úgy fogom venni, hogy Néroik valahol elrejtőznek a kapu közelében és várják a jelet. Ja, ezt akartam mondani, igen. Csak mert egy köcsög vagyok, dobj egy stealth check-et. Erre is gondoltam. Meg sem merem nézni, majd mondjátok el, sikerült-e. Accidental disadvantage, mondjuk nem baj, úgyis 7. Véletlen disadvantage-et csináltam. Rakok rá, nem. Igen, nem. Hát nézd, ugye az vagyok, hogy egy kicsit távolabb a kaputól. Így. Igen. Nem biztos, hogy tudnak rólunk. De hát ki tudja. Ki tudja. Mindeközben A-team. Magatokra zárhatok a kripta ajtót, de ha indulni akartok, akkor most van itt az ideje. Jó, akkor indulás. Akkor Grandonnal én előbb kimegyek. Az ajtóba tudjátok nézni, a törönyben minden simán működik, akkor jelzünk lefelé, aztán mehetek tovább. Ha már itt elromlik minden, akkor utána free for all. És miközben ezt mondom, Tamás, szeretném megforgatni a gyűrűmet az ujjamon, és visszakapni egy 3-as spellslotot. Ecse. Ja. Úgyhogy... vissza is hozok mindenkit. B-team a kapunál, ti maradjatok nyugton, mert amúgy sem mozogtok. Mind, hogy Nero, az te vagy a B-csapat. Gondoltam. Csak hogy... Ja. Amúgy nem látom az A-csapatot, szóval... Hát tudom, mert éppen beltéren vannak. Na, a A-team. Én csak megfordulok és kiraklak titeket a külső szobába. Már ha valaki nem mozogna pakolás közben. Szia. Jó. Egyelőre csak kinyitom az ajtót. És akkor mondom, kinyitom az ajtót. Szezant árulj. Na. De mész előre, Jason? Hát szerintem, hogy Grandonnal leszen csak kikukucskálunk az ajtón, és nyújtom elfelé, mert hogy valószínűleg vinni foglak oda felfelé, úgyhogy ha nem probléma, akkor... Jó, viszont, hogy fullni kicsit felkészülni jobban, úgy, hogy megletni őket, szerintem sokkal hatékonyabb lenne. Az a csendi gyilkoskodások. Ha van, nyilván azt is meg lehet próbálni. Abban inkedek, hogy egy ember van a torony tetején, és ahogy feljutunk, meg tudjuk lepni őt is, és akkor... Amúgy Tamás, innen rálátok a tornyokra? Innen, hát egy ilyen nagyon kényelmetlen alsószögből. A torony az itt ennek az épületnek a folytatása. Azt tudom, de a többi toronyra... A többi toronyra...
Nem, útban van az épület. De a memóriám alapján minden torony ugyanolyan más vagy. Itt van egy térkép oldalnézetben. Mondom, itt. Most nem tudom, hogy megcsinálta. Ó, fuck, és hol vagyunk mi? Ti jelenleg, gyorsan berajzolom, ott van egy ajtó, és onnan voltok itt föld alatt egy teremben. Fucking hell, yeah. És ez a 20-as, ez ami itt van fölöttünk? Igen, az a nagy torony. Goddamn. Jó. Ha jól emlékszem, ha erre a toronyra fel tudunk jutni Grandon, akkor és itt le tudjuk ütni az őrt, akkor nem fognak tudni ránk látni. Remélhetőleg az a sziklaperem az eltakarja. És mi viszont rá fogunk tudni látni az összes toronyra és a bejáratra is. Szóval ez szerint... Jó napozik. Viszont, hogyha tudőr van. Nem biztos még, hogy csak egy lesz. Ha több orr van, akkor kettőt kell kiszednünk. Annyi a lényeg, hogy megpróbálom megakadályozni, hogy tudjanak segítséget hívni, te meg... Hát, meg leszúrod őket. Jó, oké. Okay. Mondjuk... talán egy jobb ötlet, most így gondolkodok, lehetségesen le tudom ráncni az egyiket a toronyról, bár nem tudom, hogy mennyire hangos, amíg lezuhan. Tudod mit? Majd, ha mi felérünk, akkor improvizálunk. Jó, oké. Okay. Ez már te. Hátra nézek Agatha-ra, meg MCR-re egy pillanatra. Sok sikert. Agatha éppen kenegeti be magát valamiféle. Tudsz valamit a checkmate-nyekra az évben szerezni. Tehát mi este szereztük az olajat? Én nem, az Jax-tól. Na. No. Tehát, először is kezdjük a, legalábbis az Aper 1 teamnek egy stealth check-kel, ahogy csak megpróbáljuk csendben felrepülni. Igen, megfogom Granon, a torony mellett nagyon tudod hozzásimulva a falhoz felrepülni. Oké. Okay. Beposztoltam csak a spellt neked. Ja. Ó. Ja. Loaded heavy armor sneak. Ja, nem baj. Most Trendon is dob, és ezt most egy group checkként kezeljük, így meglátjuk, hogy mennyit tud segíteni. Hát azon ott dob 40-et. Skill check-en nincsen, not egy. Meg is critical miss. Pedig nem is disadvantage-el ment, de hát... Ja. Jó. Első dobás a session alatt, hell yeah! Jól kezdődik. És... És milyen jól folytatód! Na, ezért mondtam, hogy group check-ként kezeljük. Úgyhogy... nem tudom, valahogy összekapaszkodtok, Jason elkezd fölemelkedni. Grandon, te rögtön meglátod, hogy a páncélnak mely részei fognak zörögni, és megfogod a darabot, hogy ne csapjon hangot. És majd, hogy nem teljesen némán, elindultak fölfelé. Mindeközben A-Team per 2, Agatha és Amicia. Részetekről mi lesz? Mi várunk csak szerintem. Jó. Yep. Okay. Figyeljük, hogy mi történik a fölrepülő emberekkel. Oké. Okay. Na, a toronyban. Ahogy emelkedtek föl, két dolog van ott. Egyrészt az első szinten lőrések nyílnak különböző irányokba, valamint a tetején vannak azok a nyílások, ahol már is be is fértek. Okay. Sőt, ami azt illeti, gyorsít mindent. Ezért így csinálok, és inkább csak kettőtöket átraklak oda, és akkor látjátok, hogy ó, gyerünk már, Roll 20, mit csinálsz, hanem itt vagytok. Mármint, hogy nem ott, a torony mellett, de esik, ott vagytok. Jelenleg még ez a szint alatt, úgyhogy ti döntitek el, hogy hogy közelítitek meg. Én szerintem nem megyek fel teljesen, hanem ilyen Assassin's Creed-esen megfogom a peremet, és csak bekúcskálok, hogy hol van fent, ha van fent őr. Oké.
Gyert. Ahogy föl Assassin's Creed-eztek, nem egy, két munkot lát, amiből az egyik éppen az udvar felé néz a túloldalon. Mindjárt, amint rájövök, hogy hogy működik a Roll20, be is rakom ide. Ott van. Egy másik pedig itt az asztalnál ül. Mégpedig itt. Ezt gyorsan megfordítom horizontra, hogy ő arra néz. Ő pedig az asztalnál ül éppen, de te az asztallap miatt pont nem vett észre, hogy benéztetek az ablakon. Nézzük csak, ő... jó anyádat, Roll20. Arra felé néz, ő pedig arra felé. Ó, megad, ez egy stealth játék most. Itt ez ilyen stealth check-kel, persze, hogy az lett. Alapvetően szerintem mennék egy kört akkor, és biztos, hogy bemennék erre az oldalra, ha erre felé nagyjából nem néz egyik sem. Aha. És akkor... Igen, hogy így ilyen mutogatással majd így próbálja Jasonnek így lezni, hogy én így a jobb oldalit fogom majd fókuszálni. Az, amelyik az íróasztalnál van? Aha. És a bal oldali közel van a torony széléhez nagyon is. Emlékszek, hogy az hova esik a torony, hova esik azon az oldalon? Föl a ház. Ott, hát attól függ, tudod úgy itt, hogy a háztetőre sem, vagy a torony mellett a földre. És ahogy lenézek a földre, vannak ott a közelében munkok, holva leesne a földre? Jó, tehát ezt el is felejtettem. Adjatok egy perception-t is most, hogy már felül vagytok. Mit láttok? Extremely cool. Ezek a legrosszabb statjaim. Ja, és 13. Nyilván, aki nem rejtőzködik, azt így is látjátok. Egyrészt, végignézve a hosszú várudvaron, ott van a szokásos négyszennyes tömeg, akik ugye eddig gyakorlatoztak, de ezúttal nem mozognak, csak állnak, szinte vigyázállásban. Ők most éppen valamiért nincsenek ott. De, ja, úgyhogy ott láttok egy nagyobb tömeget. Itt a torony mellett... Nem, a torony mellett valamiért éppen nem vettem senkit. Érdekes. Úgyhogy nem, úgy tűnik, hogy a torony környéke tiszta. Vajon mennyi zaj csak egy zuhanó ember? Attól függ, hogy van-e ideje kiabálni. Megpróbáljam lerántani, rendben. Szerintem egy próbát megérhet. Mint hogyha rosszul sikerül, nagyon meg fog támadni minket az összes mok. Jajajaj. Még lehet csak kiesett. Ja, végül is nem jönnek rá, hogy mi voltunk, csak az, hogy megbotlott. Na jó, ebben az esetben, és ezt mind suttogjuk nyilván, Tamás, és lehet, kinyújtom a lábam, hogy rá tudjon lépni, és onnan meg át tudjon lépni itt az ajtón, de... És ezen az ablakon, vagy? Ja. És akkor csak mondjátok meg, hogy mit csináltok, és akkor utána dobunk rá mindent. Ja, én meg fogom lőni ezt itt. Oké. Én meg... megvárom még meglövés, aztán amint meglövi, át szeretnék mozogni ide, most csak például, és szeretnék egy Lightning Lure-t elkasztolni a csávónak. Nice. Oké, ezek surprise roundként egyszerre fognak megtörténni, és remélhetőleg mindkettő működni fog tökéletesen. Úgyhogy... Gretton, kezdjük a tiéddel, ahogy meg assassinatelsz valakit. Mit arra csinálhatom? Micsodát? Ezt közel arcival úgy lehet csinálni, mert az nálam. Ja, persze, van. Persze. Jó. Nem tudom, vannak-e mérgeid, vagy ilyenfélék?
Hát, nem hiszem, hogy nagyon Erről tudnék. Igen? az attack rolladról valamiért hiányzik a dexterityd. Szerintem átállított erőre valamiért. Mindjárt De... megnézem. Ja. Igen, már a sebzéseden is csak a magic damage van. De nem értem, hogy miért módosult. Ja, tényleg az e-trend van Hát, rajta. mert Tamás kopizgatta a dolgokat és elrontotta. Ja, biztos én voltam. Múltkor mondtad. Hát igen, de attól még nem... De. Mindegy, plusz névek, plusz 5 módosítód. Ja. Plusz 5. Oké, király. Ja, tehát 21-9 damage. Nagyon eltalálja. Dupla sneak attack. Vaj, a hit erre is rájön egy crit, ugye? Ja, igen, még egy D6. Így. Igen, megy is. Ó, na mondjuk. That's an ideal. Uff. Oké, okay, hát 13, 19, 29, 39, 41. Ja. Oké. Okay. Így, ahogy rácsapsz egy ezen fickóra, ugyan így egyből bloody lesz, és a pütös front. Mindig akkor hívnak, amikor D&D-zek. Jó, tehát túléri. Jason, addig nyomd el a Lightning Lure, de föl kell vennem egy telefon sajnos. Strength save neked. Ó, ne is fáradj vele, repül a csávó. De föl kell vennem a telefont, mindjárt jövök. Oké. Okay. Csak azt mondta, hogy repül a csávó. Reméljük elfelejtő, sikít a csávó. Tessék, megosztom, hogy mit kell, ha mit hallgassatok közben, mert zavar, hogy nincs szene. Amúgy, hogyha lejár a surprise round, és én leszek a következő, akkor ezt még mindig meg tudom ölni. Persze, én arra számítottam, hogy már nem azért simán meg tudod ölni egyből, de számítottam rá, hogy nem, úgyhogy azért akartam ezt én mindenképp kiszedni egyből. Mert a surprise után szerintem mi jövünk még egyszer, ha a szerencsénk van, úgyhogy ezt meg lehet oldani. Jaja, szerintem is működni fog. Elég ilyen lucky dobások voltak ezek a sneak attack-ok. Amúgy, ja. De hát, csapaj. Kíváncsi vagyok, hogy a misszáik hallani fogják ki a plecsenást a földön. Meg kiderül. Amúgy csak 2D6-ot fog sebződni a 20 lábzonástól. Remélem, hogy a nyakára esik. Nem hal bele, van egy ötletem. Ezek a 20 lábat én meg tudok tenni, úgyhogy őt is el tudom szerintem intézni, ha leérek hozzá. Freefall-ban úgy nem tudod elkapni és feljebb vinni? Az a bejakaszt, nem nagyon segít el marad kiabálni. De szerintem el tudnám kapni.
Ekközben lefogod a száját. Nem vagyok a legerősebb fajta, az a baj. Itt vagyok. Mindenki jelen van? Oké, senki nem ment el. Ja. Megvan mindenkinek az az érzék, hogy mindenki akkor hívjon föl, amikor elkezdtek D&D-zni. Soha máskor. Tűrök egész nap, és mindenki békén hagy. Ha hozzányúlok a D&D-hez, egyből felhív mindenkit. És évek óta ez megy. Na, tehát Lightning Lure. Ez egész pontosan hogy néz ki a te esetedben? Hát igazából lecsütölök az ebemről egy kötelet, és ahogy oda dobom hozzá, mint egy lasszó igazából, ahogy elkapja az övénél, megrázza, és azt magamhoz rántom. Szerintem, vagy ilyen Batman gadget kijön a csukló fegyverből. Aha. Ahogy a fickó feléd is repül, majd azonnal zuhanni is kezd. Pillanatra megfogom a vállainál, és mondom, hogy éjszakát se lengedem. Zuhan összesen, mennyit is az... Csak 20 fitet. 20? Nem, mert az a 20 láb az a talajnak a magassága a kapuhoz képest. Az... what the fuck? Ja, egy kicsivel több mint 20-at, mondjuk számoljuk 25-nek. Úgyhogy... jó. Ami... dobjunk 3D6-ot neki. Oké. Okay. Ja, az 9. Ja, viszont ahogy elengedd a fickót és zuhan. A fickó sajnálatos módon nem sebződik az eséstől, mivel hogy egy monk. És meglepően kényelmesen zuhan. Több mint 10 métert. És ér földet saját talpán. Ja, játszottál te már monkot? Yes, yes. Legfelebb képességük. Erre nem gondoltam. Sőt, meg is halt velük kétszer. Nice. Oké, viszont így is elszövette a 10 lightningot. Majd a 10 gzning midgetet. Ja, és akkor Agatájékkal együtt most dobunk egy ilyesíjót, hogy el tudjuk enémítani őket, mielőtt riadóztatnának. Tehát ez csak egy surprise round volt. Mindenki dob akkor most, ugye? Ja. Okay. Mármint a team A. Igen, ha csak nem akarsz te is erre a ezért elkezdődni. Amit amúgy nem ti is látnátok szerintem. Hát a toronyra ráláttok, az egy torony. Az a dolga, hogy látszódjon. Á, nem, ez még nagyon úgy tűnik, hogy ezt mit csak. Készülődnek a srácok. Jó, ha túlzajosnak tűnik, akkor majd szóljál, hogy erre már beszálltok, és akkor majd oda teszünk titeket is. Ez mindenki. Majdnem mindenki. Ó, te hülye vagyok. Rossz gombot nyomtam. Anyway, the descending order. Grandon! Egy még élő munk van előtted. Akit az imént csaptál le a kardoddal. Itt az idő egy másodikra.
Brandon? Meg gondolkozok, hogy aki leesett. Ha én most ráugrok, az mennyi falling damage-et kapna, ő és én? 3d6-ot. És attackon kombinálva az, hogy működne? Hát úgy, hogy először leesel, elszemelítek a damage-et, és utána megtámadhatod. Igen, de akkor az lenne, hogy ő megkapja az én falling object damage-emet, plusz kap még fegyversebzést. Ja. De viszont ja, nem lenne krit. Nem. Hát ha csak nem kritet dobsz. Hát, ja. Én lehet, hogy amúgy amikor elejtettem, és láttam, hogy csúszik le a falon, ilyetten ránéztem a Grandon, és mondtam, hogy én ezt lehet, hogy elrontottam, és ilyetten nézek lefelé. Lehet, hogy Grandon mozgásra kész. Ahogy ezt meglátom, akkor ezt fogom csinálni, nekiugrok is így. Megpróbálok ilyen assassin módon így ráugrani, és így nyakon szúrni. Ja, hogy leugrasz, ott van az a vasas visítós hang. Bár, bár nincsen szalobál alattad. Úgyhogy, ahogy leugrasz, először is szenvedsz te is 14 pont bludgeoning damage-et, ahogy ráesel a fickóra. Viszont ő maga is. Dobok neki egy szévet, hogy esetleg sikerül a prónra lökni. Ezzel az eséssel. Vagy megúszza. Nope. Úgyhogy ráesel, letarolod a fiszkót, hogy teljesen elfekszik. És így, hogy prone, így gyorsan felállva fel tudod nyársalni advantage-el. Mivel első kör amúgy is advantage lett volna, viszont hol az nem így, hogy ott vagyok rajta? Mondd? Hát, nem, az első kör az a surprise roundotok volt. Nem, úgy értem, hogy prónon van, de akkor ez nem ad, csak advantage-et. Ja, ami viszont sneak attack-ot ad. Ja, de amúgy de is kapnék, mert előtte vagyok körbe. De mindegy, akkor jó. De, ja, ezért volt a surprise round. Az a lényeg a surprise roundnak, hogy akkor lehet azon színételni. Ja, én most nem arra gondoltam. Ja. Mindegy, hadd szúrd be. Ups, ez nem, ez normál. Basszus. Hát dob még egyet, hát a kritet kapsz. És nem. Jó, tehát akkor 10 damage plusz sneak attack. Huszonöt damage. Sajnos módon ez a fickó is túléli. Ez annyira nem basic bicsek. Ja, egyéb valami tennivaló. Mozgás, szúrás, bónusz actionod van még, ha kell. Nincs nézem, hogy a bónusz actionom így... Igazából el tudok hide-olni ott mellette. Skyrim crouch. Jó, ja, akkor okay. Viszont... Mond? Mond? Nem, ennyi. Oké. Okay. Nos, kedves barátod jön, aki... aki azt mondja, hogy you know what? Fuck you. És akkor azt mondja, hogy egy ütés, második ütés, harmadik ütés. Kettő el is talál. Sőt, nem is. Ja, de mindegy. Először is 9, 18 pont force damage, és egy dexterity, két dexterity saving throw-ért. Nem mintha azok annyira veszélyesek lennének rád. Zsombor? Bocsi, mit tudom? Ja, 18 pont force damage és 2 dex save. Fogsa. Monk fight, hell yeah! 17 és ok, 17, jó. Így nem sikerül fellöknie egyáltalán. Ja. Amicia, az évént az ajtó, hát gondolom valahogy láttátok, vagy hallottátok, hogy valami puffant.
és valami harc kezdődött az ajtóban, az ajtón túl. Hát jó, eddig bírok menni szerintem. Akkor bírok dash-elni. Bent vannak a toronyban valószínűleg? Hát ugye felrepültek a torony tetejére, meg most úgy hangzik, hogy valaki leesett a toronyból, ami valószínűleg a torony mellett van. Innen hallottam a puffanást. Igen. Hát, dash-elek ide egyet. És ennyi. Aha. A fickó, akit ott látsz, az már erősen vérzik, már bloodied. Jason, te jössz. Fönt a toronyban, ahogy repülsz. Tudom, mellett. Jó, hát mennyire bloodied az a kérdés? Hát olyan 30%-on van. Jó, hát akkor szerintem megberontok rá, és megpróbálom szét. Megfogom a gallériát, és a másik kezemben csak szétcsapkodom a fejét. Alkan. A Thunder Gauntlettel? Ami Thunder Damage-et csinál? Don't do this to me. Igazából csak sípoló damage-t csinál. Amikor üt, akkor csak olyan, hogy pip, pip, pip. Csak olyan, mint a kódolvasó. Pip. Na, hadd szóljon. Véd, most bugarat ült a telefonba. Ja, oké. Okay. Bocsánat. Yeah, fuck it, Thunder Gun, tehát mi más csinálnak? Fucking hell. Jó, Thunder Gun, yes. Let's go. Hat sebzés, bleh. Hit. Erre nem megy, ja, de damage-re nem megy. Oké. Okay. Nem baj, fighter rá kell jönnöm. Igen, és pont oda akarok megállni, így. És felemelni a pajzsomat. Látom, mire készülsz. Tűzök, azt csinálja. Jobb, az. Nekem csak egy kérdés, hogy... Igen. Ez a Thunder Damage mennyire volt hangos, mint... Érdekes módon nem írja, hogy mennyire hangos. A legtöbb Thunder effektnél külön leírja, hogy milyen messzire hallatszik el. Ennél valamiért nem említi, ami elég fura. Úgyhogy nem tudom. Mert ez benzúg, azért is van a distraction. Viszont Jason melletted hát valószínűleg látjátok az eseményeket. Hallásra gondoltam. Mármint, hogy gondolom el, hogy a többieket felveri, úgymond. Nem tudom. Majd még mindjárt meglátom. Jó. Épp azért, mert nincs semmi megemlítve, így elég fura DM szempontból. Viszont Jason mellett csapóajtó kinyílik, és feljön a kedves barátja. Az alsó szintről. Úgyhogy... Hocsá! Armor class nagy, igaz? 22. Ja, egy mellé megy. Ahogy mellé jött, visszahúzom és belecsapom a melkasába a pajzsomat. Oké. Úgyhogy a fickó azonnal repül is. És kicsit kiajlok, hogy Granton, még egy! Aki 15 lábat repül el, igaz? 1, 2, 3, tehát ide repül. Grandon, ahogy egy újabb fickó érkezik a földre, szintén elegánsan talpra érkezve. Akinek viszont még van annyi mozgása, hogy közelebb léphessen, és még van két ütése. Egy, kettő, és abból az egyik el is talál 6 pont force damage-ért, és egy dex save-ért. Nyugis, srácok, leküldöm nektek őket. Végre egyszer. Grandon, hogy ki is rúgja rólad a lábad, így elfekszel. Majd pedig ez az alig érő darab pedig... egy... kettő... crit. Na egy, és mellé.
Egyszer eltalált téged, Jason összesen 14 pont force damage-ért, és egy megszélert. Vétminid az elsőt, és talál? Aha. Ja, mondjuk az két reakció. Aha, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nem tudom használni. Szóval mennyi, mennyit kapok? Máshogy mászt abba. Úgy izgulok. Ne. Most megfülettel? Igen. A match arról, are you alright? 14 damage-be, le is írtam neked. Most stressz helyzetben nem olvasok csetet. De szerintem úgy dobáld a concentration saving throw-kat. Most ez semmi nyert dobom. De 10. Addig is a letete jössz. Ahogy odakint már pufognak a test, hát nem pufognak a testek, de a ütések pufognak. Bóksa. Kisétálok. 30 feet-et erre a kis udvarra, itt még nem látok semmit. Itt jobb oldalra, a Mícia felül hallottam. Igen. Másni embereket. Igen, meg ő maga is arra felé megy. Jó. Hát itt még csak kettő van, akkor bónusz akcióból tudok dashelni ide. Akcióból tud, de igen. Ja, akcióból, bocs, igen. Jó. Csak ennyi volt a körre. Oké, okay, ahol szerintem már lát egy-két embert, Grandon teste mellett. Grandon, szerencsét, te előbb jössz, mint ő, úgyhogy talpra tudsz állni, mielőtt bajba kerülnél. Így van, de úgy, is... hogy sarokban vagy szorulva. Így van, akkor ezt meg is teszem, és... És mivel... Ja, a mozgásba került az, hogy felálljak, ez a steady aim, az nem működik. Korrekt. És mivel én ezt tudom, nem is félre kell mellettük, ha minden igaz. Hát ott most nagyon sikerült berakni téged a sarokba, és befalazni. Mivel világbajnok voltam, ezért rá fog ütni a... Az alsó gyengébb. Igen, arra gondoltam, hogy az okay, a okay. Ütőgyengébb. Making sure. Oké. Okay. De úgy, az nagyon csaltalálja. És marad annyi élete, hogy szerintem bárki meg tudná ölni egy fél pofonnal. Na akkor jó. Jó. Ja. És... Bónusz actionként hide-olni szeretnék. Oké, okay, dobj egy stealth checket. És nézd már, instant fail dobtál. Megint, hogy Agatha ezt a fickót, az alsót fel is ismered, ő az egyik, akivel megverekedtél még az udvaron, amikor még nem mélyre ment a dolog. Aki látja, hogy közeledsz, úgyhogy disengage-el, és elfut odáig. Amitria. Szeretnék egy told dead-et használni. Igen, wisdom save Agathára, igaz? Igen. Sajnálatos módon nem, not 18-at dobtam rá, úgyhogy... úgyhogy nem szólnak a harangok, ahol teste fölött. És akkor egy kicsit erre futok én is. Hello, Grandon. És ennyi. Ethan, egy gyenge ellenfél áll előtted. Oké, okay, megint egy 200 IQ epic play-t fogok csinálni. Szeretnék egy lépést megtenni hátra. Igen, rögtön meg is fogok. Jó, tudom, mire készülsz. Most már kimondtad. Ja, igen, látom, mi a terv, mellé is megy. Jó, mindegy, egyből visszatudom, ránézek, hogy ó, már lesétált el a csapdám, és szeretném lecsapni a pajzsommal. Oké, okay. Ami meg is történik, egy, kettő, és három. Agatha, ahogy egy, ahogy a költő mondja, it's raining men. Hallelujah, it's raining men.
ahogy egy monkérföldet talpon melletted. Felnézek a fal tetejére, hogy what the fuck, mennyi van még. És ahogy felnézel a fal tetejére, látod, hogy Jason kereplő az egyik ablakon, kicsit is régen lefelé. Látom azt az embert, aki hallott, hogy valaki fut. Mit látok oda lent? Mindjárt áthozza téged is ide a pálya aljára. Jelenleg ott vagy nagyjából a monkék fölött. Mindjárt. Itt. És az, aki fut el, az a sérült, ugye? Igen. Jó, szeretném azt meglőni egy fireboltal. Hadd szóljon. Éj. Nem. Na mindegy. Ahogy lősz pont tarkó lőni, de pont időben megfordul, észreveszi, és egy hátraszaltóval látunk fölötte. És hát debel, mert not egyet dobtál. Mérgesen összecsukom a pajzsomat. És készen. Ha. Oké. I have an interesting idea. Grandon, kapsz egy opportunity attackot. Ahogy a fickó átlép a cleric oldalára. Aha. De szerintem valami nem, nincs rendben a defenzív félettel. It's okay, tizet kapok. Advantage nélkül, de akkor is csak 17-ig megy le, ami eltalálja. 7 pont slashing damage-ért. Úgy, hogy ott van Jason, még úgy se? Jason éppen repül fölötted. Ja, bocsi, bocs. Oké. Okay. És... Amicia. Strength check-et. Athletics, hogyha megvan. Egész jó. De nem elég jó az én kritem ellen. Úgyhogy a levegőben repülő rugás érkezik feléd, Amicia. De nem fájdalmat okozva, hanem meglökve. Oh fuck. Ez egy szakadék? Úgy, hát a hegy oldal. Ja, aztán az egy felfelé menni sziklafel. Yay, bye! It's okay. Ne. Hát nyilván nem egy teljesen függőleges fal, hogy egy, csak egy nagyon meredélyen gurulsz lefelé jelenleg. Uh-huh. De mennyit is? Gyors fejszámolás. Most milyen geográfus... Le is ér. Most milyen geográfus vagy, hogy a sötétebb részek vannak lefele? Hát nem tudom, gondoltam, az oldalnézetes térkép az így elég egyértelműnek tűnik. Nem. Ezt jobban át kellett bugarászni. Én azt hiszem, hogy ez egy a világosabb részen lent, a sötétebb pedig fent. Amúgy meg nem én vagyok a térkép készítője. Jó, viszont annyira nem vészes a helyzet. Csupán 7D6 sebzést szenvedsz el. De Tamás, 6 másodperc alatt leszol 80 feet-et, 70 feet-et. 6 másodperc alatt az emberi test körülbelül 190 feet-et zuhan. Ez már ki van számolva előre. 29. Az eredeti szabályok szerint 500-at is tudnál, de aznak nincs értelme, mert az egy hibás fizikai számítás. És akkor úgy, a igen. Concentration-t az 29 ellen kéne dobnom? Ja. Ami ennek a fele, az számolt ki, 15. Ja, fele 14. Ja, igen, a damage-nek csak a fele a... Hát ugye a 10, hát, vagy a damage fele. Akkor arra rápróbálok. Hajrá. Ja. Király. Marad a spelled. Viszont jelenleg ugye 70 láb mélyen egy, hát ugye vissza tudnál mászni a falon, csak climbingnak minősül, ami nagyon fele a sebességet, ha csak nem tudod megoldani valahogy máshogy. Ja, ez volt egy action. Nem, ez egy show, úgyhogy utána pedig vissza tud jönni Grandonhoz, és befejezheti a maradék két ütését. Egy. És... Rekednek a kritek ma. Grandon összesen 15-19 force damage-ért, és a szokásos két deck save, bár nem hiszem, hogy számítani fognak.
Oh, easy. Hát ja, még izével, még itt advantage nélkül is megvan. Ja. Extremely cool. Fuck, Agatha itt van mellettünk, ez nem helyes. Ráadásul ezen még disengage-elni se lehet. Mint ahogy azt megtanulták, amikor harcoltál velük. Iha. Yep, megpróbálja megindítani eled a három támadását, úgyhogy készülhetsz a riposzttal. Első. Armor classod 18. 18, 18. Akkor az első rögtön mellé megy 17-tel. Úgyhogy ha le akarod riposztolni, akkor most van itt az ideje. Wow, 14 mellé megy. Majd faszom. Rá akarsz rá precision-t? Nem hiszem, hogy kettőt el tudok használni egyszerre. Oké, ez esetben viszont a fiszkó elkerüli az ütésedet, és folytatja a maradék kettővel, 18 és 11. Béna. Viszont egyszer elszenved 9 pont force damage-et, és dob nekem egy dex save-et. Majd alulod is kirúgja a lábadat, és te is elfekszel. És egy, kettő, három, majd feltépi az ajtót és belép a toronyba. Ja. És te jössz. Jó, szeretném azzal kezdeni a körömet, hogy felkelek. És elővecek két javelint, és meghajítom a menekülő csávót. Oké. Okay. Hadd szóljon. Ti jó Isten! Bra. Ja, jó, 6 élete volt. Úgyhogy ahogy fel is nyásolod, felszúrja. De ahogy elesik, nem ér földet, mert a keresztül szúrt lánzsa így megtartja a levegőben, ahogy azt találja el először a földet. Jó. És miután eldobtam igazából, már nem is nézek abba az irányba, nem elindulok a többiek felé. Oké. Okay. És ennyi volt a... Ja, nem, azt is megdobom. Elhasználtam okay. 15 movementet, de akkor ezt is megdobom egy javelinnel, hogyha már rálátok. Okay. Meg a Great Weapon Master, nem van neked még egy harmadik támadást? Vagy az csak mélyre működik, nem tudom, olvasd el, Lici. És 16 damage rá is. Mondja, tőlem menjük szóval, ja, melee weapon sajnos, úgyhogy nem. Átszalad Jason. Like a bitch. Földre lökött és beszaladt a toronyba, ahonnan kijöttünk. Csak mivel kevesebb movement speed-en volt, nem tudta volna utolérni, ez inkább nektek mentem segíteni. Ja. Tamás, megnéztem a szabályokat, a javelin az melee weaponnek számít, akkor is a dobod. Ez hülyeségnek hangzik. Akkor fuck you. És kidom... Ja. Ez nagyon hülyeségnek hangzik, hogy... Hát de oda van írva. De ez hülyeség, ezt hol találtad? Hát melee weapont használ ranged weaponetek. Hát még melee weapon marad, csak ranged weaponetekot használ vele. Nem igen, viszont ez raw lenne, a rules as intended, viszont nagyon biztos vagyok benne, hogy nem így készült a Great Weapon Master. Az mindegy, de oda van írva. De akkor, ja, meg akkor még nem ezt írják, hogy when you score a critical hit with a melee weaponetek. Pointless, úgyhogy, ja. Úgyse fogja nektek egy kör alatt megölni, úgyhogy DM ruling, igen. Grandon, te viszont, hát, talán.
Oké. Grayson az még mindig lebeg. Ja. Te, mivel nagyon ügyes vagyok és nem mozdulok meg, ezért csinálok advantage-el egy Scimitar plusz egy támadást az előttem álló gyökére, és majdnem Nat 20-re ment rá ez a szar, szóval kapja be. Sneak attack-ot kérek rá. És viszont normálba. Nincs, ott is van. 17 meg 7, a 24. Ja. 24, hát még egy ilyen ütés és kampersz neki. Rendben, mindenesetre... bonus action, disengage, és oda megyek így avata mellé. Oké, okay. Ó, te is kiállsz a szélére, király. Ja. Ő megholt. Amicia, lent a hegyaljában. Hát nem a hegyaljában, de legalábbis a... ahol a kis esésen. Akkor mászik 15 feet-et. Ja, dash, bármi. Mászok még akkor. Na jó. Oké. Okay. Jason. Egy... Igen? Láttam a szemem sarkából, hogy emisszél lezuhan, ami egészen ijesztő dolog, úgyhogy Jason lenyúl a repülőcsipejához és elhasználja a Expeditious Retreat-ot bonus action-ként, és szeretnék lezsalni. Oké, okay, az 30, 40, tehát 70 lábra van tőled jelenleg. Jó, legyen 80 az oldalsó távolság miatt. Jó, akkor lemegyek. 85 elhasználok, akkor 90 a böldesselek. Igen. És leérek, látom, hogy mászik, és mondom, hogy magas esés volt, ne rendben, és nyújtom a kezem neki. Persze. És van egy kis probléma, hogy egy kellett volna, de van egy kis probléma, meg szerintem valaki az egyikük elmenekült. És visszamegyek, hát maradik 5 lábat. Ja. Korrekt. Jó. Na, Grandon, te olyan szépen állsz ott a hegy oldalban. Dob nekem egy akrobatikot is dobhatsz védekedésre. Már pedig az neked biztosan jobb, mint az athleticsed. Hogyha megtámadja, akkor szeretném a reakciómat használva. Oké, okay. A show action is ataknak számít, úgyhogy mehet. Ja, és nem, tégre nem sikerült lelökni. Pedig még sikerülhetett volna. Ó. 15 damage. I'm alive! Ó, ez nem korrekt, most korrekt. Három HP Master rész. Ja, epic gameplay. Ja. Viszont egy pillanat türelmet kérek. Jó. Oké. Okay. Agata. Eljössz. Oké. Odfordul Grandonhoz, miután láttam, hogy lakartalak ne csávó, és én megkérdezem, hogy elbánsz vele? Ja, szerintem el tudok bánni vele, de a távolabbiakat hamarabb el tudom kapni. Ahogy akarod, megütöm ezt a csávót. És 15 pont eltalálja. Nem emlékeztem Kristály tisztán, de is számolom a damage-ot. Ott helyben meghal a fickó. Jó, és így ahogy leütöm, el is indulok. Oké. Okay.
Gyorsan kitöröm mindjárt onnan azt az ajtót. Oda bent, ugyan kiemlérem vannak, de jelenleg ezt a három alakot látod, ahogy éppen készülnek kiindulni azon az ajtón, amit éppen kinyitottál. Egyikünk sem sebesült. Jó. Hát mivel már nincsen movement speed-em, és 5 feet-en kívül vannak, ezért már nem tudok fölkenni mérget, vagy elhasználni a drain-t így, hogy támadtam egyet. Szerintem a drain action azt külön leírtam, meg a méreg is sajnos. Jó. És szét tudom bontani a támadásomat, hogy dobjak egy javelint. Persze. Akkor megdobom egy javelinnel a legközelebb állót. A legközelebb állót 18-8 pont damage, mint minimum. És tudok még egyet dobni? Csak már az első csávót millivel öltem meg. Korrekt. Ezúttal működik. Úgyhogy, ha van még, akkor hadd szóljon. 13, ugyanazt? Igen. Oké. Okay. Csak ennyi volt a köröm. Grandon, szabad a terep. Rendben. Én felkenek a szimitaromra egy Serpent Venomot. Alrighty. Action. Akkor ez 10 körig jó. És bonus actionként szeretnék hide-olni. Oké. Ez elég? Meglátjuk. Talán. Oké. És 20. 30, és akkor oda megyek az ajtóhoz. Én körülbelül egy agatam mögött akarok lenni. Valami nem tudom oda húzni. Lehagyasz itt a falban, nem tudod egyenesen húzni. Ja, igen. És itt megállok egy agata mellett. Falhoz köze. Én mondom okay. Neked, hogy háromat látok. Vigyázz. Oké. Okay. Ennyi volt a köröm. Na, kezdődik a mulatság. Viszont... Te ott vagy. Jó, a zöld... nem jön oda hozzád, helyette elindul fölfelé a lépcsőn. Ami azt jelenti, hogy az... 10, 15, 20, 25... 30. Úgyhogy ja, hogy a torony tetejére. Aha, fölfelé a lépcsőn. Majd dash-el egyet. Oda föl, és dash-el földet ér a hátad mögött, Agata. Te így nem tudtál mondani. A kék viszont szemből jön. És megindítja a három támadását ellened. Egy. Kettő. Jó, az első mellé megy, ha akarod. Nem riposztolok. Oké, okay, második eltalál és a harmadik eltalál, összesen 15 pont force damage, és dex save-ek. És már az elsőre prone rodok tudnak lökni. Sokat nem változtat a damage-en, úgyhogy megyünk tovább. Amit hia? Éppen Jason-be kapaszkodsz, szóval repültök fölfelé. Nem csinálok akkor semmit. Lehet, hogy ahogy, visszamondom neki, hogy ez ebben történt, mint mire számítottunk. Tudsz valahogy jelezni Nero-nak? Nem. Itt van a zsebemben egy papírrepülő, meg egy toll, aki tudod szedni. De nagyon veszélyesnek tűnik. Amúgy Tamás, nem tudom, hogy hol bujkálunk pontosan, de én azt hittem amúgy, hogy ott fal van. Szóval, nem tudom, rálátunk-e?
Mármint így Ami ezt, közben ezt rájuk. most teljesen jól látjátok, azért, azért van ott az izé. Ott ti most egy hegyi ösvényen jöttök fölfelé, ahol egy idő után ugye véget érnek a, véget ér a fák vonala, és onnantól kezdve viszont ráláttok az egészre. Én úgy gondolom, hogy éppen az erdő szélén az utolsó bokrokban vagytok. Szóval actually, tudtuk jelezni. Hogy az biztosan láttátok, hogy nem Agatha, amit jelleg urult. Jó, akkor ez esetben, miközben ezt mondom neki, fogom közben így körözve repülök felé, majd, de hogy akkor meglátom én őket, ugye? Hát... jó, hát én nem hiszem. Passive perception-ot mekkora? Jó, mert igazából nem is az én köröm van, úgyhogy tehát mindegy. Ja. Ez akkor Amitria, bármi spell vagy efféle? Nem, skip, vagy skip, üzenet. Skip. Kip, oké. Okay. Következő. Monks. Piros monk. Ja, megcsináljuk ugyanazt, viszont mivel ő messzebb kezd a lépcsőtől, így pont nem jut el odáig. Csak a torony tetejéig. Jason. Ja, igazából repülök felfelé. Oké, okay. Expeditions Retreat-tel ugye tudsz triple dash-elni. Hát de az is csak 45 feet, ugye? Korrekt. Jó, hát felrepülök 45 feet-et, és közben mondom a misszének, hogy ugye csak nincs nálad véletlenül az az ital, amit, ami felturbozza a varázs képességeket. Babe, answer me. Amúgy nem értek 40 feet. Csak már érzük körbe, mint ki a deskkel, szóval akkor 30 feet-et kellett volna fölmászni, nem? Korrekt, akkor éppen elvitek a peremet. Jó, ebben az esetben, ha András is itt van, felérök a peremre és leteszem a missziát a peremre, és megkérdezem tőle, hogy nincs tületlen nálad az az ital? Hello, hello. András? Azért pedig jelentkezz. András nincs itt, úgy tűnik. Mit szeretnél? Hogy... Ja. Nincs nálad az az ital, ami erősíti a varázs képességeket? De itt van. Micsoda? Itt van. Betennéd ebbe a kis táskába? Itt sajnos nekem nincs több akció, hogy elvigyem tőled. Miért? Nem élvök. Ja, ja, akkor ha odaadja, akkor elveszem tőle. Mit gondolsz, szerinted segítsek Nérónak, vagy maradjak itt. Gyorsan mondd. Nérójék megoldják. Megoldják Nérójék? Néró bármire képes. Alright. És amúgy oda tettelek téged a párkányra, úgyhogy szabad vagy. Jaj. Ez is medium. Szura. Jó. Szóval Tamás, ha véletlen letelt, az egy jó. Ó, oh. Jó, majd szólok 357 kör múlva. De nem akkor kezdtünk el. Tudom, tudom, de akkor is vicces. Agatha, két monk van körülötted, plusz Grandon. Mi van akkor, hogyha Grandon is titokban egy monk? Szeretném megtámadni az előttem lévő jég munkot. Éket. Mm-hmm. Oh, és ez végelemmel ment, szóval ez látom. 25. És utána még egyszer. De ez már viszont nem talál sajnos. Nem, sajnálatos módon ez a másik nem, pedig 29 nem, úgy elég epiken hangzik. Nem szeretnék elmozogni, szóval ennyi a köröm. Brandon. Ugyan a kék valószínűleg nem tud rólad, de a zöld biztosan lát. Melyik néz ki jobban sebesültnek? Hát eddig nem voltak sérültek, jelenleg a kék az ajtóban éppen le lett vágva Agatha által. A sebesültet, amit bent volt a tönyben, azt jelenleg te nem látod. Hát mondjuk ott a melletted lévő ablakon keresztül biztos láttad, hogy felszaladt a lépcsőn. Én nem is tudnám megtámadni, mivel nagyon ott vannak az ajtónál, nem? Jap. De Agatha elég közel van a zöldhöz, hogy sneak attackot adjon.
Jó, akkor a Dazzle viszont... de, ja, de mindegy. Jó, akkor megtámadom, oda megyek közelebb így, és így megtámadom a zöldet. Oké. Akkor az. Csak egy Fima. Dimitar. Biztos talál, és 7 pont damage plusz extra damage. Tak, plusz 29. Ó, és még az is. Azt dobok neki egy konszévet, gyorsan. Ó, nem, na 19. Akkor az 4. Jap, az 29, meg 4, az 33 damage. És ez ennyivel bloody is lett. Oké. Okay. És... megütöttem, jó, akkor szeretnék elmenni épület mögé. Mivel megütöttem, ezért nem kap ütési lehetőséget, és bónusz actionként hide-olni. Vagy valami hasonló. Oké, mehet. Szóval ennyi volt. Csak hogy nekem időt húzni írással, szerintem Nero nem, nem, szerintem az nem úgy működik. Jó. Sajnálatos módon azt más sorrendben kell csinálni. Jaj, ezért kérdeztem. Ja, aztán 21, oké. Szegény zöld mog megpróbálja megütni Agatát, de biztos meg fog halni cserébe. Na, mondjuk még nem biztos. Mellé. Talál, és mellé. Összesen kemény 6 pont force damage-ért. Viszont, nem jelenleg prón vagy, igaz? Mert az előbb megrugott a kék. Hogy inkább talál, és mellé. De... majd nem azzal kezdtem a köröm, hogy felálltam. Azóta... ja, azóta volt köröd. Bocs, akkor csak összekevetelem a sorrendet. Akkor igen, akkor csak egy találat 6 pont force damage-ért. Ja. Meg a szokásos dex. Aha, az a szokásos, minden körben nyomják. 15 pont, sikeres. Így, nem tudja kiugni a lót a lábad. Reaction, ütés, mielőtt tovább megyek. Ha érdekel. Ja, hogy tovább mozogsz, bocsi. Ja, igen, a következő monk jön, a kék, hogyha nem akarod megütni a zöldet. Nem, nem, a kékre. Opportunitizek. Ó, oh, oké. Okay. Első ütésem rögtön mellé is megy, úgyhogy tiéd 17 damage. Nem értem, de azt mondtad, hogy elmozog valamelyik? Nem, ütött, és azt kérdeztem, hogy vissza akarsz ütni riposztan. Ja, nem akarok riposztolni. Ja, oké. Okay. Akkor... úgy értettem, hogy és vagy opportunity. Ja, nem, most éppen szépen körbevettek, és azért utaznak rád. Úgyhogy az első mellé megy, második eltalál 10-ért, és a harmadik megint mellé megy. Milyen nagyon hitormézgályok. Ja. Viszont, Amicia, fönt vagy a peremen, és Grendor éppen Google a saroknál. Oké, és elkasztolok egy 4-es spiritual weapont. Alrighty. Megvan a tokenedre? Átküldtem okay. Neked. Yeah. Majd, hogy már szerintem be is raktam a szamonokba. Úgyhogy, ez egy picit nagy lett. Tessék, ott van, helyezd el, ahová szeretnéd. Nem, véletlen advantage-ről támadtam, szóval azért nem sikerült. Én nem, 2 plusz valami, az valószínűleg mellé üt. Oké. Lehet, hogy elnyomok. Ja, nem bírok 2-10 spát. Told the dead bírok, ugye? Action. Ja, nem, ez bónusz. Igen, akkor igen, told the dead. Wisdom save, nem? Másik tudsz. Wisdom save.
23, de mi Jézusom. El is szabadni mind a 23-at, és túléri nem túl sok HP-val. Ja. Ennyi? Aha. Oké. A szélére... úgy néz ki, máshol fog leugrani. És Agatha-t rábízza a két barátjára. És inkább a déli oldalon fog leugrani. Az 5. És... ja, Grandon. Megcsinálja vele az ürasztó mozdulatot, mint amit te csináltál vele. Except ő nem sérült tőle. Mert Monk. Úgyhogy Grandon, ahogy rád zuhan egy Monk, please szenvedj el 14 pont bludgeoning damage-et. És nekem egy strength save-et. Bor? Kaki. Zsombor. Bocsász, szép ugye? Ja, strength save és 14 damage. Ja, bocs, rossz vagy nyomtam. Akkor 11 meg 0. Úgyhogy ugyan, teljesen ugyanaz a mozdulat, mint amit te csináltál vele. Úgyhogy ő is fellök téged, és utána pedig meg is üt háromszor. Egyszer crit, kétszer talál, és háromszor megint talál. Na végre egyszer, jókat dobok egész körben. Tehát... Amici Armor Class a 20 csak, nagyszerű. Tehát Grandon, hogy rádesik a fickó, és az első ütése egy critical hit. Így egyből a fejed oldalád is üt meg, és ezzel el is állulsz, mert 16 damage-et csinált. Majd Amicia, tegyen, hogy te még talpon vagy, te pedig elszemezősorban 11 pont force damage-et az utolsó két ütéséből, és dex éveket kérek rájuk. Oké, okay. Meg még egy másodikat. De a másodikra elfeküdt. Ha. Conszív nagyon jó. Kétszer ütött meg, egyszer 6, egyszer 5 damage-ért. Oké, okay, mindkétszer megmarad. Jason, valaki üti a barátnődöt. Ezt így nem mondtuk ki, hogy barát. Nincs, ezt senki nem mondta, hogy barátnő. Igen, ez így most kicsit meg necces. Bocsánat, jó, ez out of character volt, úgyhogy csak out of character kincselhettek. Jó, out of character mondtad, game, thanks. Game character, ez mi lenne, az, hogy Isten mondja? Isten. Ez a csávó, ez nagyon... vagy ez full friss? Nem, őt egyszer... nem, őt két dárda sebesítette meg, de... az még nem bloodied. Nem fontos úgy sem megölni, úgyhogy... Jó, hát igazából ettől függetlenül erre de mellé. Mert ez volt a tervem, de megütögetem. Oké. Okay. Itt. Az 7 meg 5, az 12. És 7. Az 19 pont damage. És remélem, hogy felén fölül és kicsit bemegyek ide a sorokba. Oké. Okay. Ó, tényleg van ilyened is. De mindig már elfelejtett, csak mondjam, ez jó tanuló lecke. Ja. Ja. Ez most annyira meglepő volt, hogy felmondott így, ezért felejtetted el minden bizonnyal. Ja. 10. 15. Bocsi, bonus action, mert nem tudom felsegíteni a missziát. Sure, mert is ne. Ja, hát akkor... Ja. Ebben az esetben oda lendoltam volna, és...
és csak felrántom, és aztán befog és utánítom meg. Nagyon dóban harcolunk. Akkor téged is talpra ránt. Nero, te dobtál az elején perception checket? Vagy még nem? Nem. Akkor még most dobj egyet nekem. Jó, magam megdobtam, de 16 lett. Tökéletes, ez esetben látod, hogy a... ezen az ajtón az előbb kiugrott egy igencsak sebesült és véres monk, és leszaladt az udvarra. Várj, melyen ajtón? Nekem ott nagy feketeség van mindenhol. Ott... Igen, ott egy nagy feketeség. Ja, tudom miért. Így. Áha. Egy kicsit oldalra léptettelek. Szóval kiszaladt az ajtón egy véres monk. Igen. Úgyhogy nem tudom, hogy ezt jelnek veszed. Igen, ezt már szeretném jelnek venni. Ez esetben... Többieknek, hogy valószínűleg tudják, hogy jövünk. Ja, igen, ez egy ismerősödnek a névjegye. Ez esetben dobjunk initiatívot. Yeah. Ezekre a izékre úgy lesz egy surprise körünk? Vagy... ja, egyenlőre. A korábbi kettő helyett ezúttal négyen vannak a kapuban. Igen. Valószínűleg egy árulkodó jel. De egyenlőre még nem tudnak rólatok. Tekintve, hogy még messze vagytok. Nem ilyen távolságban vagyunk, azt mondanám, hogy egy olyan 50 lábra vagytok körülbelül a kaputól. Csak sajnos ekkora a map. Ja, te dobtál? Nem dobtál még? Most oldom el. Baj, az pont jó, mert akkor pont mi következünk. Ugye te 10, elén 9. Úgyhogy ez még jobban is sikerült, mint ha nagyot dobtál volna. Ja. Ez jó helyen van. Jó. Kezdünk sokan lenni. Nero. Az imént megláttad, hogy egy véres fickó rohan valahol a várban. Jéjre terep. És azt mondod, 50 lábra vagyok. Most ezektől ja, a... Mert hogy a kapunak a kapuját. Tehát a... Igen. Ettől az utctól. Ja, mint a kaputól? Aha. Ja. Amúgy annyira nem sok éven két mezővel a pályaszéle alatt. Azt hittem, hogy 50 láb az több. De nem baj, jó lesz ez így. Jó, hát ez esetben... Szeretnék oda sétálni ezen két új ember elé, ilyen. Úgy szépen, valamint csak sétálni. Mint hogyha délutáni piknikre jöttem volna hozzájuk. És köszönteni őket, hogy szép napot, új emberek. Majd kinyújtom a kezemet. Ja. valószínűleg egy kicsit messzebbről kell elsütni, hogy mindenkit belekapjon, de bőven tökéletesen működik, ahogy sétálsz oda menet közben. Közben az egyik már mondaná, hogy az erőt ma zárva van, menjetek el, majd hirtelen elzválja őket a jég. Erre szeretném mondani, hogy majd akkor kinyitjuk. Ja, konszévek. Majd a spell után. Újra van a sárdot. Egy, kettő, egész jó, három, négy. Oké. Érdekes módon, akik a hátsó vonalban álltak, azok megdobták 18-al mindketten, amíg a közelebbiek nem. Remek. 38, 15, 19 damage a hátsóaknak. Amíg a közelebbieknek mind a 38-at. Jó. Őket is gyorsan szinkódolom. Most azon gondolkozom, hogy vajon klikeneljünk-e, de szerintem nem. Oké. Okay. Szeretném ennyiben hagyni a nyitást. Tökre átgondoltam, hogy Hamu mit tud csinálni. Úgyhogy... ja, csak... ő is... Egy dolog még. Igen, hallgatlak. Még éljövök. Nem tudom, az a perception még érvénye se, de itt a falon látok-e embereket, vagy bármit felettünk? A
abban a toronyban. Mert az nekem így tök Astya. fekete, de nem tudom, hogy amúgy így látok-e bármit. Nem. Mármint például távolról, mikor jöttünk, vagy is. A falakon nem láttál embert. Jó. Ennek a bátyának is nincsenek ablakai, a teteje is csak egy háztetőszerű. Ez inkább egy raktárház, mint bástya. Aha, Még a másik oldalon pedig egy jó. istálló van. Na, hogy ránk ugorjanak. Ha közelebb jön, és csak rádi a egyet. Nice. Viszont 24 damage sajnos nem fejezi be. Ahogy életben marad egy hangyányit. Agatha! Jelenleg ketten vannak körülötted. A zöld már nagyon gyenge. Így van. Azzal szeretném kezdeni a körömet, hogy látom, hogy így Toddedet kapott a mögöttem álló csávó, szóval szeretnék hátrafordulni és megütni őt. Alrighty. És ott helyben meg is hal a fickó. És ezt követően, ahogy így levágtam ezt a csávót, az rendelte vissza is fordulnék, és kettőt egymás után gyorsan bedöfnék az ajtón. Nice crit. Az 26, 34, igaz? Jól számolom, és a második sajnos mellé megy, és így nem tudod igen. befejezni az utolsó mozdulatot. Ahogy ez a fickó, na, még kevesebb élete is van, mint az előbb a zöldnek. Van egy rossz jó hírem. Ó, oh. Jó, hogy emlékszel erre. Ezt elfelejtettem. Még jó, hogy ennek csináltam egy külön gyorsan elérhető makrót. Nos, your next Oké. Tehát, Nero, te egyszer csak eltűnsz. Értem, hogy ezt írd már, hogy hogy történt. Belépett oda, nagyon cool, mondta, hogy sziasztok, lelőtt mindenkit, aztán meg... Majd pedig egy kis puffanással köddé vált. Mint hogyha felrobbantotta volna magát ezzel a lövéssel. God damn it. Nekint, jó, Nero, ahogy egy ilyen lilás, kötszerű semmiben lebegsz. Egyik irányban semmi nincs előtted, a másik irányban semmi nincs ott. Egy végtelen űrben vagy. Nem nagyszerű. Szeretnék csak kicsit olyan... Nem is tudom, milyen ez a hangulat, de nem túl boldog az egy tervek. Dobj egy perception checket nekem. Ajaj. Még amíg gyorsan ezt elintézzük. De jó, hogy neked eszedbe jutott. Én nem örülök neki, de megy. 15. Látsz egy alakot valahol arrébb, messze. Kicsit úgy néz ki, mint egy hatkarú ember alak. De nem mozog, nem csinál semmit. Kisebb fényeket látsz rajta itt-ott. De egyenlő csak ennyi. Jó. Mondom, nem tudok mozogni, szóval igazából csak figyelem, hogy csinál egy csúnya dolgot. Grandon. Éppen a földön fekszel, egy monk társaságában. Már jó, ez rosszul hangzik, a monk... Még nulla HP-val. Ó, tényleg, arról el is feledkeztem. Death save, please. 6, az egy bukta. Óma. Ideig el tud jönni. És... Mit tudsz te csinálni? Multi-attack, yep, és lő egyet a kis kézi számszeríjával. És mellé is lő sajnos. Csak 14-jel. Kék monk. Egy mellé, hogyha le akarod ütni, gyorsabb mielőtt befejezhetni. Nem, jusson csak. Oké, a másik 17-tel sajnos mellé jut, hogy rohadjon meg. A majd bevisz egy kritet 9 pont damage-ért, meg a szokásos dex save.
Akkor földre kerülök. Ja. Oké, viszont sajnos az utolsó ütés volt, hogy nem tudtad betedben Tidzser ütni ellened. Viccesebb lett volna, ha először sikerül. Amicia! Agatha még harcol az ajtón befelé. És ott van egy Grendon mellett is, ha érdekel. Meg Grendon haldoklik. Kinyújtom a két kezemet és elnyomok egy Preserve Life-ot. Oké. Nem tudom, neked Grendon mennyi az életednek a fele? Az 43. Akkor 43-at Grendonba, a 7-et pedig Agathába. És okay. Tenni pedig átadom a Spiritual Weapon-t, átlebegek Grendon felé. És... Bocs, csak átrakom inkább ide, hogy látsuk is Grendont. És akkor támadok egyet a Monkra. De szerintem ez rosszul dobja egyébként, mert 4-esen nyom, szóval ez 3D8 kéne, hogy legyen, nem? Két szintenként emelkedik az ereje. Ja, csak kettő szintenként. Ja, tényleg kettő szintenként. Ja, akkor jó, az jó, ez ezt ami rosszul akarom. Nem, az ilyen ott maradós fegyver idézős spellek azok általában csak kettesével emelkednek. És akkor 14. Különben rohadtópik lennének. Ja, tehát 14 damage a Monkra. És ennyi. Oké. Okay. Sárkány time. Aki be is rohan, gyorsan leharapja valakinek a fejét. Harapás. Oh, goddammit.